A honvédelmi és haderőfejlesztési programnak köszönhetően a régió legütőképesebb hadseregévé válhat a Magyar Honvédség, mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter október 3-án Kalocsán a polgármesteri hivatalban tartott lakossági fórumon. A tárcavezető hangsúlyozta, a honvédelmi és haderőfejlesztési program célja, hogy erős, ütőképes honvédség jöjjön létre, amely megfelel a kor kihívásainak. Emlékeztetett, most ugyan béke és biztonság van Magyarországon, de fel kell készülni az olyan veszélyekre, mint a hibrid hadviselés, a kibertérből érkező támadások, a terrorizmus és az illegális migráció. Mi nem háborúra készülünk. Egyáltalán nem. Én azt mondom, nekünk arra kell készen lenni és képesnek lenni, hogy a békét megőrizzük. Az összetett, egymásra épülő fejlesztések középpontjában a katonák állnak, a felszerelésük, az oktatásuk és képzésük. De kiemelt jelentősége van a társadalommal való kapcsolatnak, amit erősít az önkéntes tartalékos rendszer és a hazafias nevelés. A program keretében új eszközöket vásárolnak, mint például helikoptereket, repülőgépeket, harcjárműveket, kézi és nehéz fegyvereket, illetve korszerű légelhárító rakétákat, de újra beindítják a hazai hadipart is, amire jó példa a kiskunfélegyházi fegyvergyár. Szinte nincs olyan része a Magyar Honvédségnek, amely ne lenne érintett a modernizációban, és ennek köszönhetően a régió legütőképesebb hadserege jöhet létre.